Utcahosszal nyerte a megyei első osztályú bajnokságot a Sényű, és mellette az amatőrkupát is elhódította az osztályozó nélkül NB3-ba jutó együttes. A klub vezetése Sándor Tamással nem tudott megegyezni a folytatásról, így Imrő László és Fiumei Viktor kezébe került a szakmai munka irányítása. A felkészülés július 5-én kezdte el a csapat, amely ezen a héten napi két edzéssel igyekszik erőt gyűjteni a bajnokságra. Mivel a játékos keretet már az elmúlt szezon előtt az NB3-ra gondolva igyekezett összerakni a vezetőség, nagyon jelentős változás nem történt a nyáron. Kettő távozó játékosunk volt a Habulcsák Bercalan. Nyíl Gyulajon folytatja, és a Burics András Tiszaújvárosba igazolt. Négy új érkező játékosunk van, Kristófi Sándor Kazincbarcika, Hadházi Dávid Sopron, Fekete Tamás Nyírbátor, és Márton Andris Tiszaújvárosból érkezett hozzánk. Fiatal társaságban gyakorlatilag a társaság egy része egy régi baráti társaság, gyerekkori barátok együtt nevelkedtek akadémiákon. Szerintem nem leszünk rosszak, egy egymásért küzdő csapat leszünk, akik mindent meg fognak tenni azért a pályán, hogy lehetőség szerint minél több pontot, illetve pontokat szerezzenek a mérkőzések folyamán. Fiumei Viktorra tavaly még játékosként is számított a Sényűn, most már azonban edzőként irányítja volt társait a korábbi kiváló futballista. Nem volt egyszerű a dolog, de úgy gondolom, hogy ennek tavaly már megágyaztunk egy kicsit, mivel ugye Sándor Tamás vezetőedző mellett már pályaedzőként is szerephez jutottam. Aztán úgy gondolom, hogy elég jól fogadta a társaság ezt a felállást. Nagyon jól tudják a srácok, hogy milyen célért focizunk. Eddig nagyon jó a hozzáállás, rendben megcsinálnak mindent, és maximálisan végrehajtanak mindent. Kristófi Sándor legutóbb Ibrányi színekben szerepelt a megyében, majd egy tiszaújvárosi és kazincbarcikai kitérőt követően igazolt Sényűre. Nagyon jól igazoltunk. Alapból a csapat nem megy egyes szintű volt, hanem szerintem NB3-as szintű. Ketten érkeztünk, azt hiszem NB2-ből, meg NB3-ból megint ketten jöttek. Szerintem stabilak leszünk, aztán én meglepetés eredményt várok. A Sényű szombaton Kazincbarcikán lép pályára, majd a jövő héten a Hajdunánás és a Tája ellen játszanak Kristófiék. A bajnoki rajton augusztus 4-én Gyöngyösön kezd az NB3 újonca.